Kapcsold az amerikai robotot. Igen. Mesélj már róla, hogy milyen is lehet. Aranyos, komolyan mondom neked. Tehát alapvetően ő is, tudod, az a típus, aki egy, hát egy ilyen ártalmatlan jámbor lélek, csak ne engedd autóba ülni. Az arcán látszik egy kardiológiai beavatkozás igénye. Gyönyörű álomra szenderülés. Ebben az ajba hogy lehet ilyen gyönyörűen alom? Hoppá! Ébredjél föl, öreg! Na, bocsássál meg! Köszi szépen! Marketing szempontból nem jól alszol. Ők jók marketing szempontból? Szia, aranyos! Megmondom önöknek, hogy az érzésem az, hogy itt még lesz káosz. Ajvé. Ajvé. Hát ebből itt bármi lehet. Ebből ez most itt érdekes. Kézi vezérlés indul. Uh-huh. Ők a jaksrác. Na, ezek bátor fiúk itt. Hát ez vártadlak. Töretlen optimizmussal. Itt vannak a kajaksrác haverjai. Így van. Tessék. Bátorság emberek, ki fogja adni? Aha. Ha nem, akkor jön a B-terv. De addig fölösleges készülni rá. Ajaj. Van ajaj. Ön épp autóbalesetet szenved. Francokat! Hoppá! Na ezt megoldottam! Nem jó. Hát az ön 260-270-nél mászott oda. Hagyjátok a kocsimat! Ők most itt el vannak egymással. Lehet, hogy az öregnél lecsúszott a ledőny? Ez komolyan Potterre gondoltál, Gyula. Na, szöngye, hogy... Itt erős vitában vannak. Ajajajajajaj. Ez bírod? Hát igen. Hogy? Megpróbálok ezzel zenéstelen arcot vágni. Oda néz. Úgy van. Hű. Nagyon lemond az eredőny. És akkor mutogat is valamit a családdal kapcsolatban. Próbáltam lefordítani, metakommunikatíve. Nem hiszem el, hogy ilyen mázlia van. Nehéz átlátni az ügyet. Na de ez most egy gyönyörű káosz. Hol szocializálódott ez a srác? Komolyan mondom! Még jó, hogy ez jó reflexű fiatal emberek sportja. Ilyenkor érzem azt, hogy ez nem megy, nem halad, hanem takarodik. És ott a vége! Na ebből lesz majd nagy nyilatkozat háború a végén szerintem. Úgy. Oh, hát nem egy öröm! Azt akartam mondani, hogy nem tudom, miért nem tudod várni az alagút kijáratáig, miért kellett ott próbálkozni az alagúton belül. Csillagocska, tehát haladós programja van. Hát szerintem itt most mindenkin a döbbenet lett túl rá. Nagyot esett, mázlia is van, Gyuszi. Na, ebből lesz egy kis nézeteltérés. Ebből van, Gyula. Na, akkor most el fog borulni az agya. Nem, már el van egyébként. Olyan idegbeteg, látod?